Folytassuk is az emelőgép kezelési tételeket a második b-tétellel. Beszéljen az emelőgépeken használt horgokról, milyen műszaki megoldást alkalmaznak a teher véletlenszerű kiakadása ellen, milyen biztonságtechnikai jelölések találhatók a rohag szekrényen. Ismertesse az emelőgépeken alkalmazott automata tehermegfogó és teherfelvevő eszközöket. Kúcs és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk, tehát Horog Horgok szerkezete anyaga, előállítási technológiája. Horog szerkezet részei fajtái. Horogok kiveteli formái. Kiakadásgátló működtetése és felszerelésük. Biztonsági jelzések és feliratok. Automata teher megfogó és teherfelvevő eszközök. Mágnesek, vákumos megfogók és a többi. Horgok, horog anyaga, előállítási technológiája. A horogokat acélból kovácsolással készítik. Egy ágú horog. A horog egy ilyen szilárdságos íggyörbe, statikailag határozott tartó, és kovácsolással készül. Ne a semmibe beszéljek, itt van nektek ez a kép. Tehát amit itt látunk, az egy horog, és akkor ez egy kovácsolással készült kis acél darab alakja a szilárdsági megfontolásokon túl a legjobb anyagkihasználás szem előtt tartásával alakult ki. Munkabiztonsági szempontból csak a kiakadás gátlóval ellátott horgok használhatók. Itt láthatjuk ezt a kis pöcköt, ami megakadályozza a kötelünk esetleges leakadását. Tehát ez a pöcök, még egyszer elmondom, ez a kiakadás gátló. Azon felül vannak még kétágú horgok is, amit itt láthatunk a képen, tehát a teher szimmetrikus felfüggesztése a követ, felfüggesztése következtében a kétágú horog igénybevétele sokkal kedvezőbb. Illetve vannak még zárt kengyelek. Igen nagy terhek felfüggesztésére használják. Kisebb súlyú mint az azonos teherbírású nyitott harag, használata nehézkesebb, mert a kötöző kötelet át kell fűzni, míg a nyitott hovakba könnyen beakasztható. Tehát itt szépen át kell fűznünk ezt a kis kötelecskét, tehát sokkal nehézkesebb a kötöző kötelet átfűzni. Illetve még van a lemezárt horog. A lemezárt horog kohászati üzemekben használják. Folyékony acél, öntősütőben való szállításkor a sugárzó hő hatására a teherfelvő elem gyakori hőigénybe, hőigénybevételt szerez, illetve szenved. Az anyag öregedésének és a ridegedésének veszélye nagy mértékben fennáll, és a horog váratlanul és hirtelen eltörhet. A horogtörés elkerülése egymás mellett elhelyezett. 5-7 darab lemezből képezik. Ki? Ha eltörik, egy lemez. Akkor nagy valószínűség szerint a megmaradt lemezek még elegendő biztonságot nyújtanak a teher viselésére. Tehát itt látjuk ezeket a 5 vagy 7 darab lemezkét, amit így egymás mellé állítanak. Tehát ezt mindenképp érdemes megígézni, hogy ezt kohászati üzemekbe használják, mivel nagy az igénybevétele. Te extrém hő, gyorsan öregszik, és akkor váratlanul is eltörhetne egy, egy sima öntvényhalag. Ezért itt ilyen kis acél lapocskákat használnak, és ezért, hogyha elpattanik az egyik, vagy megsérül, akkor még mindig lesz néhány acél lapocska, ami meg fogja tartani a terhet. De nézzük is a horogház felépítését és részeit. Egyes a horoganya, kettes a horoghíd, amit itt láthatunk. Hármadik a heveder. Négy tengely megfogó. Öt pajzselem. Hat Kötél horog lemez burkolat, amit itt találhatunk. Hetedik az orléc. Kiakadásgátló működése és felszerelésük. Ha a daru üzemeltetése olyan nagy horogból kiakadhat a teherfelvevő, vagy felfüggesztő eszköz, a horgot az ezeknek az eszközöknek a kiesését megakadályozó kiakadás gátló szerkezettel kell fölszerelni. Tehát ott, ahol van esély annak, hogy ez a kis kötelecskénk, vagy látszunk, amit erre öntött vas, öntött kovácsolt vas, kis acélhorgonkal ráhelyezünk, hogy ne akadjon ki ez a kis kötelecskénk, ezért rászereljük ezt a kiakadás gátlót. De nézzük is meg a emelőhorgok biztonságtechnikai követelményeit. Az emelőhorgok kovácsolt sajtót vagy lemezes kivitelék. Tehát amit beszéltünk az előbb, az a kis, kis, lemezes kivitel, amit kohókban használnak, mert ott egész nagy a hőigénybevétel. Ugye sajtót, horgok, előgyártmányát kovácsolás, illetve a sajtás útján normalizálni kell és a révétől meg kell tisztítani. Egy horogba egyedülieg csak annyi kötéhúrkot gyű, gyűrűt szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe, ebbe a kis öblöcskébe jól befeküdjenek. A kovácsolt és a sajtót horog esetében sem gyártáskor, sem a hibák kiavításakor nem engedhető meg a hegesztés, vagy a felrakó eljárás alkalmazása. A lemezes horog lemezeit szegecsekkel kell összeerősíteni, az acéllemezek helyenként hegeztetők. A daruhorognak szabadon kell forogni a terhelés alatt is, három tonnánál nagyobb teherbírás esetén a horog felfüggesztése, gördülő csapágyazású legyen. Ezek a követelmények nem vonatkoznak azoknak a különleges daruknak a horgaira, amelyek horogfogása nem engedhető meg. A kovácsolt és a sajtolt horog esetén a hor horoganya, lemezes horog esetében pedig a villa rögzítése zárja ki a meglazulás lehetőségét. Ennek érdekében biztosítóra kezd kell alkalmazni. Kézi hajtású daron 10 tonna a gépi hajtású pedig 8 tonna tehervírásig, a horog, horoganya más, megbízható módon is rögzíthető. Biztonsági jelzések, feliratok, amit találhatókat ugye a darukon. Ugye föl kell tüntetni, hogy hány tonna teherbírásunk, mondjuk ki van írva, hogy 30 tonna. Ugye sárga, fekete vagy piros, fehér jelölés kell a horogházon is feltüntetni. Automat a tehermegfogó, és teherfelvő eszközökről is beszéljünk néhány szót. Emelő Különböző mágneseshető anyagok. Öntecskék, tartók, sinek, lemezek, forgás, stb. szállítására emelő használnak. A kötözési idő teljesen elmarad, így nagyobb rakodási teljesítmény érhető el. A tányér alakú mágnes tekercseit egyenáramban táplálják az áram hozzá, vezetése. Hajlékony kábellel történik, amely emeléskor a kötél-dobról hajtott kábeldobra csévélődik fel. A tekercsben folyó áram hatására a mágnesmező keletkezik, amelynek erővonalai a tekercset körülveszik, és a mágnes csak akkor záródik, ha mágneseshető anyagra fekszik fel ezért az emelőmágnesben a tekercset alul nem mágnesezhető lemezekkel bronz vagy a védik. Hátránya, hogy emelőképessége nagy mértékben változik az anyagok minőségétől, illetve alakjától is. Ugyanazon emelőmágnes teherbíró képességét síkfelületen érintkező tömör vasanyagból, 100%-nak néve, ugye gömb alakú vasanyagból, tehát hogyha gömbolakú alakú vasat emelünk, akkor 30. 40%-os lehet csak a terhelés. Vasforgásból vagy, vagy hulladékból már csak 3-7%-ot emel. Tehát nagyon csökken a teheremelési képessége. További nagy hátránya, hogy áramkimaradás esetén a terhet lejti. A geresztő áram kikapcsolása után ellenárammal biztosítják, hogy a remanens mágnes következtében az emelő mágneshez tapadó kisebb darabok is leváljanak. Itt láthatunk egy tányér alakú mágnest, illetve egy lapos mágnest. Itt láthatunk, hogy bálá -e emelő szálas anyagú bálák emelésére szolgáló horgot megfogó szerkezet részei, ugye a megfogó egység közvetlenül érintkezik a tárgyal, a mozgató egység feladata a megfogó, megfogó egység mozgatása. Illetve vannak még alakzáró megfogók is. A megfogási elv alapján megkülönböztethetnek mechanikus, pneumatikus, vákumos, elektromos, mágneses megfogó szerkezeteket. Az általános ipari alkalmazásoknál a leggyakrabban mechanikus megfogó szerkezeteket használnak. A sokféle konstrukciós megoldás az alábbi három típusok valamelyikébe sorolható. tehát olló és fogó típusok, satupofat, párhuzampofás, ugye, típusúak, és három pontos megfogó szerkezetek. És nagyjából szerintem ennyi is a második BT, tehát az emelőgépkezelő speciális feladataiból ennyi is lenne. Úgyhogy további jó tanulást kívánok és sikeres vizsgát!